Jézus és tanítványai. Egy jó csapat toborzása nem könnyű feladat, nagy körültekintést igényel. A názáreti Jézus, akit követői Krisztusnak neveznek, karizmatikus vándortanítóként járta Palesztina vidékét. A bibliai párbeszédekben általában így is szólítják meg őt: Rabbi, ami azt jelenti tanító vagy mester. Egyeseket azonban azok közül, akik hallgatták őt, Jézus személyesen is megszólított és elhívott. Őket nevezzük az első tanítványoknak. Tanítványainak volt egy tágabb és egy szűkebb személyes köre. A tanítványok közé tartozott ifjú és öreg, férfi és nő, gazdag és szegény egyaránt. A legszűkebb körben Izrael törzseihez hasonlóan 12-en voltak. Nevüket az evangéliumok némi eltéréssel közlik. A tanítványokat Jézus nem képességeik szerint választotta. Nem jobbak, szebbek vagy erősebbek voltak, mint mások. Többségük teljesen egyszerű, hétköznapi foglalkozást űzött. Abban hasonlítottak egymásra, hogy szükségesnek érezték, hogy az életük megváltozzon. Ezt a szükséges változást hozza el nekik Jézus. A bizonytalan, érzelemvezérelt Simon Péter lehetőséget kapott, hogy bizonyítsa kitartását. A kiközösített vámszedő Lévi Máté arra, hogy újra a közösség része legyen. Jézus ma is választ magának tanítványokat. De nem azért, mert neki van szüksége rájuk, hanem azok közül, akiknek a legnagyobb szükségük van erre. Ma azokat nevezzük tanítványoknak, akik a Bibliát olvasva megértik Jézus nekik szóló üzenetét. Ez az életforma tehát a Jézussal való életközösség, ahol a tanítványok új életre vannak elhívva.